Kérdés, hogy van-e élet a gyógyszertári láncokon kívül. Nagyon kényes, és gyakorlatilag a magángyógyszerészi tevékenység elindulása óta fönnáll. Maga a magángyógyszertára kialakulása független, egzisztenciálisan és szakmailag független gyógyszertári vállalkozásokat feltételezett, de ugye ezeknek méretgazdaságossági problémái adódtak, és ezeket már maguk a gyógyszertárak próbálták együttműködéssel csökkenteni. Itt jelentek meg a láncok, akik ebbe a tekintetbe lehetőséget találtak, hogy a méretgazdaságosságot növelve a gyógyszertárak bevételeit, illetve beszerzési kiadásait megfelelő irányba módosítsák. A 2006-os liberalizáció megengedte nagykereskedőknek, gyártóknak, külső szakmai és pénzügyi befektetőknek a gyógyszertári vállalkozásokba a korlátlan jelenlétét, és ekkor indult meg egy integráció is ezek között. Itt azért a működésben már különbségek lelhetők fel. Vannak olyanok, amelyek magát a működést, a működésnek a formáját egyáltalán nem befolyásolják, szabad kezet adnak a gyógyszertáraknak, és vannak olyanok, ezeknek egy része a franchise, a másik talán nagyobbik része a kisebbségi tulajdonú gyógyszertári befektetői láncok, ahol a gyógyszertáraknak a személyi jogosoknak jóval korlátozottabb a jogköre. 2018 és a 2021-es gyógyszertári mérleg eredmény beszámolókat vizsgáltuk. Ezek a lánchoz tartozó gyógyszertárak milyen forgalmi potenciált képviselnek. Egyértelműen azt találtuk, hogy néhány százalékkal emelte a forgalom arányos üzemi tevékenység eredményét a gyógyszertár, tehát a gyógyszertár részére valamivel nagyobb, 1-2 százalékkal nagyobb eredményt, jövedelmezőséget biztosított, de ugyanakkor a jelentős eredményt ezeknél a láncokat működtető vállalkozásoknál találtuk, akik egyrészt bérleti díj, különböző franchise díj tekintetében jelentős olyan 14 milliárd forint értékű számlát adnak ki a gyógyszertáraik részére, és hát mindezzel együtt olyan 8,5 milliárd forintnyi adózott eredményt vesznek ki a közvetlen gyógyszerellátásból. Ez nagyon nagy szám ahhoz képest, ha azt mondjuk, hogy a teljes gyógyszertári ágazatnak az adózott eredménye az olyan 32-35 milliárd forint körül van, tehát gyakorlatilag ennek az egy negyedét kiviszik a gyógyszerellátásból.